A Nyíregyházi Polgárőr napon több mint 5000-en vettek részt az ország számos területéről. A belügyminiszter beszédében azt hangsúlyozta, ezek az emberek szabadidejük feláldozásával tesznek a települések biztonságáért, vigyáznak a gyermekekre, vesznek részt a határvédelemben. Ehhez több támogatást is kapnak. Több mint 1 milliárd forint, amit adunk évente az Országos Polgárőr Szövetségnek, jogi támogatottságot kapnak, hiszen a belügyminisztérium előterjesztésében több törvényt szavazott meg a polgárőrök tevékenységének a biztosítására az országgyűlés, és természetesen technikai ellátásban is részesülnek, hogy együtt tudjanak működni a rendőrökkel, a határvadászokkal és a többi rendvédelmi szervvel. A polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez hű leszek. A nyíregyházi rendezvényen 150 új tag csatlakozott fogadalomtételével a polgárőrséghez, amely a tapasztalatok szerint évről évre egyre nagyobb számban bővül. Több mint 2000 polgárőr egyesület van az országban, ez azt jelenti, hogy a települések több mint a kétharmadán polgárőr egyesület működik, a létszámát tekintve pedig 61 ezer polgárőr van. Rendkívül népszerű a polgárőrség a településeken, mert évente, például 2016-ban is, 5000 fővel nőtt a polgárőrség létszáma, tehát 5000 új belépő volt, minden különösebb kampány és toborzás nélkül. A megnyitón Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke arról beszélt, ma már 183 településen 9900 lovas polgárőr teljesít szolgálatot. Örülök annak, hogy végre a képzés is az elmúlt 2-3 esztendőben fölegősödött. Egyre több helyen az országban nem csak elméleti, de gyakorlati képzés is megerősödött, és nem csak a többszintű elméleti. 9-10 helyen az ország több pontján van immár gyakorlati lovas képzés. A polgárőr napon jelen volt az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a települési önkormányzatok is segítsék a polgárőrséget. Itt is szeretném kérni nagy tisztelettel az önkormányzatokat, hogy mindent tegyenek meg, hogy a polgárőr egyesületek jól működjenek, és ne nélkülözzenek, mert hogy ez a közbiztonság rovására mehet. Itt a nélkülözést abban értem, hogy segítsék az önkormányzatok, adott esetben benzinpénzzel is, hogy hagy tudjanak járőrözni a polgárőreink, mert nagy szükség van rá. A rendezvényen kitüntetéseket és jutalmakat adtak át a kiemelkedő tevékenységet nyújtó ingyenes szolgálatot teljesítőknek, a lovas polgárőrök pedig látványos bemutatót tartottak.